Üdvözlöm Önöket, a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Medinára javasolja az új háromdimenziós lokátort a Honvédelmi Minisztérium, áll a szaktárca honlapján kiadott közleményben. Így a célkeresztbe most Tolna megye került. Két korábbi baranyai helyszín már több éves hosszú vitákat okozott az állam és a civilek között. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt mondta ki a katonai bíróság, hogy nem épülhet katonai lokátor a Tubesre, most Medina lett az újabb célpont. A települést azért választotta a Honvédelmi Minisztérium, mert közleményük szerint az új lokátor nem lakott és nem természetvédelmi területre épülne. A háromdimenziós radar kiépítésének története nem most kezdődött. Először az Engőhegyre tervezték a lokátort, de azt a Greenpeace, civil szervezetek és a környező települések lakói Sólyom László későbbi köztársasági elnökkel közösen 2004. február 13-án megakadályozták. Ezután Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök bejelentette, a kormány úgy döntött, hogy a lokátor a Pécs melletti Tubes-hegyen fog felépülni. Ez ismét hatalmas társadalmi és politikai vitákat váltott ki. 2007. márciusában népszavazást írtak ki a baranyai megyeszékhelyen, hogy megakadályozzák a lokátor megépítését. A pécsiek 94%-a nemmel voksolt arra a kérdésre, hogy szeretnék-e, ha a Tubesen épülne meg a lokátor. A népakarat csak azért nem tudott érvényesülni, mert a népszavazáson a szükségesnél kevesebben jelentek meg. Ekkor a pécsi önkormányzat jogi úton megtámadta a radarépítést, de a civilek sem hagyták annyiban. Megalakult a Családok Tubesért Egyesület, amely több civil szervezethez hasonlóan a NATO radar telepítését akarta megakadályozni. Őrjáratot és riadóláncot szerveztek az önkéntesek, és azt mondták, mindent megtesznek azért, hogy a lokátor ne a Tubesen épüljön fel. A pécsi közgyűlés is újfent lépett. A városvezetés 2007. decemberében egyhangulag módosította a pécsi építési szabályzatot. Ennek értelmében nem épülhetett fel a lokátor a Tubesen. A rendeletnek viszont volt egy szépséghibája, az Alkotmánybíróság ugyanis a meghozott határozatokat alkotmányellenesnek minősítette. Ennek ellenére 2008. március elején a fővárosi ítélő tábla jogerősen felfüggesztette a Tubesre tervezett katonai lokátor másodfokú építési engedélyének végrehajtását. 2008. júniusában a parlament elfogadta az országos területrendezési tervet. Ennek értelmében bármikor elkezdődhetett volna a tubesi radar építése. Ezután viszont a pécsi fideszes országgyűlési képviselők fordultak Alkotmánybírósághoz. Majd 2008. októberében a civil szervezetek is sikereket értek el a nyáron született új országos területrendezési tervvel kapcsolatos vitákban. A civilek a mecsekért mozgalom az országgyűlés júniusi határozatát támadta meg, ugyanis ez több ponton is megsérti az Európai Uniós jogszabályokat. A nagy döntés már az országhatáron túl Brüsszelben született meg. Az Európai Bizottság ugyanis helyt adott a tubesi radar felépítését ellenzők tiltakozásának. A mozgalom vezetője szerint a radar megépülésével még a tettyei vízbázis is veszélybe kerülne. 2009 nyarán a Honvédelmi Minisztérium egy éles kritikai hangot megütő közleményt adott ki, melyben az állt, hogy 22 milliárdos kára keletkezik évente abból az államnak, hogy késleltetik a civilek a Tubesre tervezett NATO radar megépítését. Mint fogalmaztak, elavult radartechnikát kell üzemeltetni a térségben, amíg meg nem épül a tubesi radar. A civilek a mecsekért mozgalom úgy vélte, hogy a Honvédelmi Minisztérium a korábbi rossz döntéseinek következményét most a civilekre akarja hárítani. 2009-ben jött még egy, a lokátor ellen harcolóknak szóló rossz hír, épülhet a NATO lokátor a Tubesen. Erről döntött a fővárosi bíróság. Döntésüket azzal indokolták, hogy a légvédelmi előnyök arányban állnak a természetvédelmi hátrányokkal. A civilek a mecsekért mozgalom tagjai nem fogadták el a határozatot. Vice Csilla, a mozgalom vezetője akkor így nyilatkozott. Továbbra is küzdünk mi pécsiek a Tubes és az egész mecsek védett övezeteinek, radarmentességének a megőrzéséért a mindenkori politikai hatalomtól függetlenül. Ezért demonstráltak több mint fél százan Pécset. Ám nem csak a tüntetők hallatták hangjukat a döntés miatt, hanem Pécs akkori új polgármestere Páva Zsolt is. Nincs más lehetőségem, tehát nyilván a kormányszövő teszi a dolgát, aki elmondja, hogy mit gondol, meg én is teszem a dolgomat, de nekem ezt a közösséget kell képviselnem, és ők azt várják tőlem, hogy gátoljuk meg a lokátort. A polgármester egy éjszakát töltött fent a Tubes-hegyen egy katonai sátorban, valamint annak hangsúlyozására, hogy ne épüljön meg a lokátor, még a hegyre vezető utat is lezáratta. Aztán 2010. március 17-én a legfelsőbb bíróság föltette az írja a pontot, nem épülhet katonai lokátor a Tubesen. A bíróság kimondta, a szaktárca nem vette figyelembe a környezetvédelmi előírásokat, a pécsi építési szabályzatot és a nyilvánosságot sem tájékoztatta megfelelően. Éppen ezért új tervet kell készítetni a minisztériumnak, új engedélyeztetési eljárás szükséges.
2010-ben a Kecskeméten rendezett repülőnapon Simicsko István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára megerősítette, hogy a radarállomás az ország biztonsága szempontjából elengedhetetlen, a minisztérium keresi neki a megfelelő helyet. Ekkor kaptak szárnyra azok a feltételezések, hogy a lehetséges helyszín a Tolna megyei Medina lenne. 2011. március 8-án pedig már megjelent a HM közlöny, Medinán jelölte ki a minisztérium az új lokátor helyét. Közel egy hónapja tárgyal a medinai testület a Honvédelmi Minisztériummal, a lakosságot eddig mégsem tájékoztatták. Állítólag a falunak ez elég sok pénzt hozna, ráférne a fejlesztés. De ön, mint magánember, nem fél, hogy bármilyen baja lesz? Hát nézze, ez egyéni ellenálló képességnek a dolga. Ott is betegszem meg, ahol ugye nincsenek ilyen lokátorok. A Paksi atomerőmű 30-as kilométeres zónájában vagyunk mi is, úgyhogy az egészségre sok minden ártalmas lehet így, ha úgy vesszük. Szerintem jó lesz. De miért lesz jó? Hát, a falunak szerintem jó. És attól nem félsz, hogy esetleg a sugárzástól betegséget kapnak az emberek? Nem. Nem? Nem állítok, nincs. Azt mondják. És tájékoztatva vagytok egyébként, hogy mivel jár ez, hogy idehozzák? Hát nem. A lakosság tájékoztatását az önkormányzat csak március 24-ére szervezte meg. A polgármester szerint nincs semmiféle veszély. Hatástanulmánynak el tudom mondani, hogy itt élünk. A lokátor 25 éve működik, itt élünk egyvel együtt. Semmi való nem tudunk, ami ez hátrányt jelentett volna számunkra. Körülötte szőlőtermelők vannak, kukoricát, buzát termelünk, itt élünk alatta. Nekem is 3 gyermekem van, nem tudunk róla. Tehát Vén Attila szerint, ha eddig nem volt semmi probléma a már meglévővel, akkor az új lokátor sem fogja a környezetet károsítani. De vannak, akik másként gondolják. Van valamennyi sugár, egy háttérsugárzás, de pontos adatokat nem lehet tudni, hogy mennyi. A polgármester egyelőre nem tudta megmondani, annak ellenére, hogy tárgyalásokat folytatnak már az illetékesekkel közel egy hónapja, hogy mekkora összeget kap a település, illetve hogy mennyi új munkahelyet teremt az új lokátor. A létesítménynek vannak ellenzői is a faluban. Én őszintén mondom, nem igen értek hozzá, de nagyjából valamit tudok. Én jobb szerettem volna, a pécsieknek tetszett volna ez, mint a medinaiaknak. Ennyit tudok mondani. És miért tart ön ettől a lokátortól? Mert annyi rossz híre van, hogy nem egészséges a levegő, hogy rontja a levegőt, meg ilyesmi hasonlót. Nem tehetek róla semmi. Volt ellene, ezért tiltakozás, de mégis megcsinálják. Én ellenzem. És miért ellenzi? Azt legyen szívesen mondani. Nagyon sok rosszat hallottam. Miért nem engedik azért Pécs mellett? Miért nem? Szerinted jó lesz ez a településnek? A településnek mindenképpen, nekünk nem biztos. És miért nem? Hát ha Pécsre nem akarták, akkor biztos vannak veszélyei. 100 milliós beruházást hozhat Medinának, ha itt építi fel az új lokátort a Honvédelmi Minisztérium, megújulhat az óvoda, a művelődési ház, út és járda felújítások kezdődhetnek a faluban, ha a NATO is úgy dönt, hogy alkalmas a helyszín. Emellett az sem mellékes, hogy több mint 100 munkahely megmarad a településen és a térségben. Ha a Tubesen épült volna meg a NATO radar, a Medinait biztosan bezárják és 100 ember utcára kerül, mondja Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, aki kezdeményezte a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy vizsgálják meg a medinai állomást, alkalmas-e az építendő háromdimenziós radar helyszínének. Most az első lépés megtörtént, a honvédelmi tárca a települést javasolja, de a végső szót a NATO mondja majd ki. Az országgyűlési képviselő szerint Medinának ez az egyetlen esélye. A most meglévő zajos lokát helyett egy korszerűt építenének, a munkahelyek így megmaradhatnának, és még 100 milliós nagyságrendű fejlesztés is történhetne a faluban. Jelen információm szerint vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a medinai óvoda, kultúrház, a medina település központja, a járdák, utak, vízelvezetőkben milyen komfortjavító beruházásokat lehet végrehajtani, amivel gazdagodna, gyarapodna a Medina. Az új radar a most meglévőnél modernebb, elektronikus kisugárzása a régi felét sem éri el. Erről a helyi politikusok már megbizonyosodhattak. A medinai testület is meglátogatta egy szakmai bemutató keretén belül a Békéscsabai radarállomást, és volt tapasztalat arról, hogy hogyan működik abban a
környezetben is bebizonyosodott, hogy semmiféle természetre káros hatása nincs ennek a radarnak, tehát ez mindenféle félelem ezzel kapcsolatosan megalapozatlan. Ezen túlmenően a most működő lokátorral kapcsolatban sem mutattak ki semmilyen káros környezeti hatást, mondja Horváth István. A két és fél milliárdos építkezés, ha elindul, 2 év alatt befejeződhet, és ha nem lesz a Tubesihez hasonló ellenállás, a radar 2013 év végére már működhet. A részleteket március 24-én este 6 órakor a Medinai Kultúrházban lakossági fórumon ismerteti Simicsko István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, katonai vezetőkkel és helyi politikusokkal együtt.